Sziasztok, én Kaci vagyok, és itt van velem egyrészt Csirke, sziasztok. Másrészt Góca. Sziasztok. És nem nagyon szoktunk ilyet csinálni, de most ilyen kicsit híradós jelleggel ültünk itt össze. Nem tudom, így kéne egy valamilyen csipogó a fülünkbe, hogy most érkezett a hír. Meg több kamera kéne, és mindig belenézünk. Igen, itt kicsit a papírokat rendezgetnénk, de hogy effektíve tényleg most érkezett a hír, néhány perccel vagy órával ezelőtt, amit ugye már nagyon sok hónapja, vagy régóta pletykálnak, ez a lényeg, mégpedig az, hogy a Disney felvásárolta ugye effektíve a Foxot. Dam-dam-dam! Ezzel gyakorlatilag, nem tudom, mostantól átrendezve a hollywoodi térképet, és mindörökké megváltoztatva azt, ahogy készülnek majd bizonyos filmek, megsorozatok, meg mindenféle egyéb a tengeren túlon. Úgyhogy beszélgessünk is erről most egy kicsit, ez ugye már régóta ment a húzavona, elvileg több nagy stúdió vagy vállalat is bejelentkezett a Foxért, akiknek nem feltétlenül ment annyira jól, mint mehetett volna. Beleszaladtak pár olyan filmbe, ami talán nem sikerült annyira jól, mint kellett volna, de azért mégis egy hatalmas nagy vállalatról beszélünk. És végül a Disney jött ki győztesen ebből az egészből. Bizony, már a hét elején lehetett olvasni pletykákat, hogy effektíve az aláírás már megtörtént, és csütörtökre várhatjuk a nagy bejelentést, ez így is lett. Mivel az utolsó hírek szerint már nem volt a Disneynek vetélytársa, így egyértelmű volt, hogy ők fogják megvenni, nagy kérdés volt, hogy mennyiért. Itt a teljes összeg az elméletileg 66 milliárd dollár, ebből 13,valahány milliárd az tartozásátvállalás, a többi pedig effektíve kifizetett cash, ami egy brutális összeg, főleg annak a fényében, hogy az egész LucasArts-ot mondjuk 4 milliárdért vette meg, a Disney pedig 66-ról van szó, de hát tényleg a Alien-től kezdve a Family Guy-ig mindent egybe megkaptak ezért a kis bevásárlásnyi összegért. Igen, hát ugye brutálisan sok tényleg filmről, megsorozatról beszélünk, hogy te is mondtad ugye az Alien, nem tudom, ha csak az ilyen sorozatokat nézzük, akkor a Family Guy-t, a Simpsons-t, ha jól tudom. Igen, X-aktákat. Az X-aktákat, ugye a szuperhősös filmekből most ugye átragadnak egy csomót. Mindenkit gyakorlatilag, ugye a Fantasztikus 4-es az egyik ilyen, akit átvesznek. A Fantasztikus 4-es mondjuk kicsit ilyen érdekesebb szituáció, mert ugye a Fantasztikus 4-es filmjogokat, 80-as évek végén, amikor csőd közelben volt a Marvel, és akkor kezdte az X-Ment eladni a Foxnak, a Pókembert, a Sonynak hasonlók, akkor egy Konstantin Film nevezetű német kis cég vette meg, és ők a Fox-szal díjeltek arról, hogy a filmes jogok ezért a német cégé, viszont a Foxé a terjesztés, és ilyen kb. Összeálltak a filmekre. Most kérdés is az, hogy a dealbe közvetlenül kicserélődik a Fox helyére a Disney, tehát átírják a cégnevet, vagy újra meg kell egyezniük, de az teljesen egyértelmű, hogy új Fantasztikus 4-es film akkor lesz, hogyha egyesség van a filmes jogok, a Konstantin filmnél vannak, de nem terjeszthetnék. Tehát így nem fognak ők egyedül Fantasztikus 4-es filmet csinálni, és előbb veszi meg a Disney az egész céget, az egész világot, fagyi pénzből, mint hogy ez ne történhessen meg. Hát igazából nincs is értelme annak, hogy ne kössenek dílt a Disneyvel, mert hát nekik az csak befolyó pénz, ahol nem csinálnak semmit, csak aláírnak egy lapot, és akkor így dőlnének be a 100 millió dollárok, ahogy most a Disney csinálja a Marvel filmeket, úgyhogy én ettől nem félek, hogy a Fantastic Four ne tűnne fel valamelyik MCU filmben hamarosan. Igen, most már ugye ki tudják bővíteni erre, arra, amarra az egész filmes univerzumot, úgyhogy ott lesznek izgalmak. Illetve amiről még talán érdemes beszélni, az, ha már itt felhoztad a terjesztést, azt, hogy hogyan kerülnek majd ki ezek a sorozatok. Ugye nyilvánvalóan a Foxnak ott voltak eddig a tévécsatornái, meg ilyenek, ebből most ugye amennyire tudom a hír és a sportcsatornák maradtak meg nála, effektíve a Foxnál, és minden mást elvitt a Disney. De hogy ők ugye most az elmúlt hónapokban, már nagyon sokat beszéltünk mi is arról hype-ban, meg lehetett olvasni a GSO-n, meg mindenféle különböző helyeken, hogy ugye a Disney a szépen lassan leépíti a Netflixes kínálatát. És átállnak egy saját streaming szolgáltatásra, amit a 2019-től. Úgyhogy még addig ugye egy-másfél év van, amíg ez beindul a Disneynél,
És hogy az eleinte kérdéses volt, hogy megéri-e egy saját streaming szolgáltatást üzemeltetni azért a 4-5 sorozatért. Igen, hát lényegében a Star Wars meg a Marvel filmekért. Erről a kettőről beszéltek a streamer szolgáltatás kapcsán, de hát most sokkal több minden van már a kezükben. Igen, most ugye ez brutálisan kibővül, tényleg rengeteg sorozattal, hogy beszéltük, akár a Family Guy, akár a Simpsons, akár ki tudja még mennyi minden. Hát hogy például végre megint náluk van az eredeti trilógiának az eredeti verzióinak a filmes joga, tehát nem ez a CGI-jal feldúsított plusz jelenetekkel kibővített, hanem a klasszikus eredeti vágatlan verzió, és akkor így most már beteljesült a Star Wars rajongóknak is az az álma, hogy 4K minőségben igen, megkaphassák az eredeti filmeket. Igen, igen. Úgyhogy hát rengeteg izgalmat hoz majd még ez valószínűleg. Most ugye nyilván bejelentettek ezt azt a deal-lel kapcsolatban, de valószínűleg a következő napokban, hetekben még azért fogják ezt cukrozni. Amennyire tudom, lehet, hogy a Mr. Murdochnak hívják azt, aki eddig a Foxot vezette, hogy ő marad is egyébként valamennyire a posztjában, mert hogy azt szeretnék, de még ezt sem konkretizálták teljesen úgy, hogy ez elképzelhető, hogy változhat, még nyilván beszélnek majd erről, illetve ők már biztos, hogy papíron lefektettek mindent, de nem árultak el nekünk mindent. Nem tudjuk úgy, még, hogy mondjuk megmarad a Fox stúdió egy brandként, mert elég fura lenne a következő Alien film előtt a kastély fölött átívelő hullócsillagot látni. Tehát lehet, hogy ez ilyen erbesorolású filmeknél. Igen, igen. Az Alien az új Disney hercegnő. Most. Igen. Igen, igen, ez pont jó is, hogy mondod, mert ugye nyilván a Foxnál voltak eddig ezek a durvább dolgok, és nyilván most a Star Wars kapcsán is beszélgettünk róla, hogy mennyire érződik azért, hogy ez Disney, és cukiságfaktor, meg porgok, meg ilyenek. Még sokat én még nem láttam. De hogy nyilvánvalóan nem mindenkinek bírná el ezt a gyomra, hogy most tényleg minden erbesorolású dolgot átvigyünk ebbe a humorosabb kategóriába, és remélhetőleg nem is fogja Mickey Eger ráadasztani a fülét mindenre. Ők is tudják, hogy a Deadpool miért lett sikeres, és nem lehet egy PG-13-as Deadpoolt ezek után kiadni. Itt mondjuk azt megint aláhúznám, hogy ne gondolja senki, hogy a Fox brutális képregényfilmeket akar csinálni, a nagy pénzt, a 150-200 millió dolláros X-Men filmeket, azok ugyanúgy, mint a PG-13 kategóriába estek. Van egy erbesorolású Deadpoolunk, ami elkészült azért, mert kiszivárgott egy tesztfelvétel, amitől megőrültek a rajongók, de még így is 58 millió dollárból csinálták meg azt a filmet, ami utána kasszákat robbantott, de ez elég közel van a Marvel igencsak véres Luke Cage, Daredevil, Punisher és hasonló Netflix-es sorozataihoz, aminél meg 40 millió egy évad. Egyébként szerintem, amit jól csinált a Disney, és azért is nem félek ettől a felvásárlástól ilyen szuperhősös, meg ilyen tekintetben, ami engem leginkább érdekel, hogy jól csinálták azt, hogy meghagyták azokat az embereket, akik nagyon értenek hozzá. Tehát például a Kevin Feige, ő ott maradt a Marvelnek az élén, aki ugye az egész MCU-t kitalálta, meg írta, meg vagy így felépítette, hogy nézzen ki. A LucasArts-nál is ugye Lucas George-ot elküldték, hogy azt mondták, hogy köszönjük, jó ötleteid voltak, de most azért nem szeretnénk ezt folytatni, de azokat az embereket, akik ott jól végezték a munkájukat, azokat is megtartották. Tehát itt is aki ért hozzá, az meg fogja kapni a kellő támogatást arra, hogy jól, továbbra is jól csináljanak dolgokat, akik pedig nem működött, mint a Fantastic Four, azt meg remélem, hogy tényleg odaadják az MCU-nak, hogy tessék, srácok, használjátok. Te mit gondolsz, az X-menek valahogy átkerülnek az MCU-ba, vagy teljesen külön kezelik? Vagy inkább úgy kérdezem meg akkor, hogy minek örülnél jobban? Én annak örülnék, hogyha lehet, hogy az ellen, vagy mint hogy ennek sokan nem fogják érteni, hogy miért mondom ezt, de én nem szeretném, ha így az X-menek meg a mutánsok bekerülnének az MCU-ba. Aláásná ezt a világot az, hogyha minden második ember valamilyen szuperképességgel rendelkezhetne. Itt most én a sorozatokat, az Agents of S.H.I.E.L.D. meg ilyeneket nem veszem oda, ahol már így is nagyon sok szuperképességet behoztak, de hogy már a képregényben is néha én túl soknak éreztem, hogy mutánsváros, meg ilyenek, és tényleg az, hogy bárkit azt mondod, hogy igen, ő ott John Smith, és neki az a képessége, meg hogy ott van egy olyan mutáns, aki omega szintű, és bármit el tud pusztítani. Szeretném, hogyha megmaradna egy kicsit olyan szempontból zártabbnak az MCU, hogy nem lehet ezt mondani, hogy jó, akkor bevezetünk egy karaktert, aki mindent tud, és mindenre képes, vagy pedig egy ilyen gonosz, hanem akkor inkább használják azt a bázist, amit erre fel
tudnak használni, és az X-Men az pedig legyen egy teljesen külön univerzum. Legfeljebb úgy vegyenek át egy-egy embert, mondjuk Wolverine-t vagy Magnetót, mint ahogy átvették Quicksilver-t meg Scarlet Boszorkányt, hogy egy-egy jelenjen meg, de ne legyen az, hogy itt ebben a világban bárki lehet mutáns, aki úgy születik. Mit gondoltok most, hogy ezt meglépte a Disney, most nyilván kifizettek egy valak pénzt, amit valószínűleg, ha nem is a következő egy-két évben, de azért záros határidőből vissza fognak hozni ezek a stúdiók, meg ezek a produkciók, meg az új szolgáltatások, meg ilyenek. Mi lesz a következő? Mire fenik a fogukat? Mire feni a fogát a Disney? Lehet-e, hogy 2022-ben a Disney ugyanígy megveszi a, nem tudom, a Warner-t, én meg a DC-t. Én annak örülnék, ha a DC-t megvennék. Megvennék a DC-t, építenének egy DCU-t, és lennének abban is crossoverek, mint igen, a képregényben is voltak. Ha ezt megcsinálnák, és ugyanúgy működne külön-külön, és tudnának jó crossovereket csinálni, mint ahogy a képregényekben már volt, meg ahogy felépítették a Marvelt, akkor én lennék a legboldogabb. Csak csinálják meg jól. Ha meg kell lenni, akkor is oldják meg, nagyba vegyék meg az egész Warner-t, igen, és igen, akkor igen. Hozzájuk kerül automatikusan a Disney is. Nem kell alaprózni. Kérdés úgy, az, hogy nyilván az ilyen monopólium helyzetekben mindig az embernek eszébe jut az is, hogy az egészséges verseny szüli a legjobb teljesítményt, és hogyha ez hiányzik, akkor annak mi nézők láthatjuk-e kárát. Hát igen, ugyanakkor megnézed, hogy ez most nyilván nem feltétlenül egy egészséges verseny jelenleg a DC versus Marvel, mert hogy meg a Marvel versus Marvel, tehát ha megnézzük a Fantastic Four hatalmasat bukott, az X-Men az nagyon hullámzó teljesítmény, úgy szeretem az X-Men filmeket, de vannak köztük gyengébbek is, főleg az ilyen Wolverine Origins, az nagyon rossz volt sajnos. A Pókember gyengélkedett, kétszer kellett újra kezdeni most harmadjára, tehát hogy igazából mindenki haldoklik a szuperhős a kategóriában, a Deadpool volt hatalmas siker és fantasztikus, de azon kívül senki... Mert bocsáss meg, azt tudott újat hozni. Igen. Tehát, hogy ha valaki nem mutat újat, akkor azt a Marvel lenyomja és nem vetétársa. Viszont ha Marvel megkapná és tudna bele jót csinálni, akkor annak a nézők csak örülnének. Mert most hiába van verseny, Marvel versus Marvel, Marvel versus DC, nincsenek jó termékek. Igen. Tehát egyértelmű, hogy brutális az a pénz meg energia mennyiség, amit beletol a Disney ezekbe a produkciókba. Elképesztő marketing költségekkel dolgoznak, meg nyilvánvalóan nem engedhetik meg. Igen. Nem csak kritikailag, hanem anyagilag is. Igen. Nagyon. És tényleg voltak nyilvánvalóan olyan filmek az MCU-ban, amikre nem tapsolt mindenki állva, de azért van egy minimális garantált szint, amit mindenki hoz, vagy inkább jóval túlugrik. Ezeket sokszor javítják. Tehát a Thornak az első két része tényleg gyengébb volt az MCU-n belül, a harmadik rész fantasztikus volt. A Hulk volt szerintem a legjobb. Bevételekben már lenyomta a Wonder Woman-t, ami az egyetlen egy igen, sikerként elkövethető produktoma volt a DC-nek az utóbbi években. Meg a Hulk film, a Hihetetlen Hulk még Edward Nortonnal, az is szerintem az a leggyengébb része az MCU-nak. Ruffalo mindig kiüti a parkból. Igen. Tehát egy szerintem fantasztikus ő is. Tehát, hogy tényleg javítanak. Tehát látják, hogy mi a hiba, mi a rossz, és akkor ezt kijavítják. És ezért működik nagyon jól szerintem az MCU. Mert tud fejlődni. Igen, és ezzel szemben meg nem tudom, a DC oldalán meg még mindig ugyanannál a búskomorságnál vagyunk, amire 10 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy na jó, ez jó, de most már nagyon búval baszott ez a karakter, valami történjen, és így nem történt igazán semmi, hanem... De egy-két kellemetlen poén. Én szeretem, hogy azt hiszem, hogy összességében jobb lett, mint amit vártam, de még így is voltak olyan poénok, hogy miért kellett, hogyha már viccesre akarják csinálni, akkor miért Batman? Ez teljesen nonsense. Igen. Nagyon kellemetlen. Úgyhogy a következő hetekben biztosan lesznek még érdekességek, ezekről nyilván be fogunk számolni a GSO hasábjain, úgyhogy ha szeretnétek többet tudni a témáról, akkor ott mindenképpen látogassatok meg minket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, megiratkozzatok fel a csatornánkra, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.